2020. január 1-től a minimálbér bruttó összege 149 ezer forintról 161 ezer forintra fog növekedni. A garantált bér minimum pedig 195 ezer forintról 210.600 forintra fog emelkedni. A bérnövekedés mindkét esetben 8-8%-os, ezzel nagyjából arányosan a várakozások szerint 8-9%-ot meghaladó átlagkereset emelkedés várható Magyarországon 2020-ban. A következő két táblázatban látható, hogy ez mit is jelent. Ha ön 161 ezer forint minimál bérre van bejelentve, összesen 53.935 forint járulékot és személyi jövedelemadót vonnak le belőle, így 107.065 forintot kap kézbe 2020-ban, ami havonta 7.980 forinttal több a 2019-es bérhez képest. 2020. január 1-től a garantált bérminimum 210.600 forintra emelkedett, amiből a szakmunkásoknak minimum 140.049 forint nettó munkabért kell megkapniuk a 70.551 forintos adó és járulék levonás után. A fenti számadatok nem tartalmaznak semmilyen kedvezményt, ami jelentősen növelheti a nettó bért. Ezek az összegek legelőször a 2020. februári munkabér kifizetésekor jelentkeznek a munkavállalók számláján. A kormány számára kiemelten fontos, hogy minden nyugdíjas ember biztonságban érezhesse magát, éppen ezért 2010 óta a gazdaság eredményéből mindig igyekeztünk garantálni a nyugdíjak vásárlóértékének a megőrzését. Ezt a vállásunkat nem csak sikerült tartanunk, hanem sikerült többet is adnunk, hiszen 10%-kal nőtt a nyugdíjak értéke, és mindemellett pedig különböző többletjutatásokat is sikerült Erzsébet utalványok, rezsiutalványok vagy nyugdíjprémium formájában az idősek számára biztosítanunk. Szintén fontos és várt adat a nyugdíjemelés, ami 2020. januárjában 2,8%-os lesz a költségvetési törvény hivatkozásai alapján. A kérdés, hogy ez hogyan viszonyul a várt inflációhoz. A nyugdíjtörvény rendelkezéseivel összhangban az infláció mértéke az irányadó, e szerint kell a nyugdíjkorrekciót végrehajtani. 2019-ben 2,7%-os volt a nyugdíjemelés mértéke, mely összességében alacsonyabb, mint az idei, de a nagyjából 3,3%-os inflációt így is egyösszegű nyugdíjkorrekcióval kellett kompenzálnia a kormánynak. A 2019-20-as fordulóban a nyugdíjkorrekció és a 20-as év 2,8%-os emelése az átlag nyugdíj kerekített összegére, azaz 135 ezer forintra vetítve, így alakult és alakul. A 2019 novemberi egyösszegű különbözet összege 11.340 forint. A 2019 decemberi nyugdíj összege változatlanul 135 ezer forint volt. A nyugdíj összege a januári emelések után 139.751 forint. Az éves emelés mértéke tehát 2020-ban a januári emelés alapján 57.012 forint. Idén a lassuló gazdasági növekedés mellett az infláció mértéke várhatóan 3,5%-os lesz. Így 2020-ban az évvégi kompenzációs megoldása lesz szintén szükség.